Sok szeretettel köszöntök mindenkit, szervusztok! Ez a 29. Reboot Hungary. Pénzügyi tudatosság. Digitális transformáció. Csodálatos online fizetés. Bizalom, élmény. Élmény meg bizalom. Bizalom, élmény. Szoktuk ezt fapofával halál komolyan mantrázni. De tudjuk, hogy valójában a fogyasztóinknak, vásárlóinknak, ügyfeleinknek mire van szüksége? Hogy akkor fogja tudni, hogy mire van szüksége, ha mi erre jól megtanítjuk. Tehát az első lépés mégiscsak nálunk kell, hogy legyen. A múltkor sajnálatos módon elhunyt családtagomnak kellett a hagyatékát intéznem. Hagyatéki tárgyalás volt, bírói határozat. Bemegyek, és azt mondja a hölgy, jó, és hol van a halotti anyakönyvi bizonyítvány? Mondom, azt mondom, adtam személyigazolvány, itt van egy bírósági papír. Hát sajnálják, nem tudom intézni, mert kell a halotti bizonyítvány. Na, hát ha a bankok ilyen piszok jól megbíznak bennem, akkor miért várják azt, hogy én is megbízzak bennük? Nem? Vagy itt van például a regisztráció kérdése, digitális transformáció. A múltkor egy kozmetikai cégnél szerettem volna vásárolni ezt, azt, amazt. Persze rögtön megkaptam remarketingbe azonnal, hogyha regisztrálok, akkor kapok, nem tudom, 15-20% kedvezményt. Hát mondom, sok pici, sokra megy, nem egy nagy árut vásároltam, kezdjük el a regisztrációt. Na, ott hagytam abba a regisztrációt, amikor elkérték a személyigazolvány számomat. Mi a túrónak egy ránctalanító krémhez a személyigazolványom száma? Szóval tényleg az van, hogy ebben már élmény sincsen, bizalom sincsen. Ma egy kicsit az élmény és bizalom kérdését azért mégiscsak a digitális transformáció és az online fizetés környékén fogjuk vizsgálni. Az online kifizetés, na vegyük végig, van a vásárlói út, ugye halál pontosan megtervezzük a különböző touchpointokkal, ugye szakszavakat. Én is tudok mondani, hogy mikor, milyen élmények kell, hogy érjék az illetőt, szépen kiszámoljuk, a vevő boldog, hisszük mi, végigjutunk, és akkor ott van az online fizetés, és az online fizetésre regisztrációt kér megint 5 percet. Tényleg lefejelem a diófaasztalt. Tehát valahogy arra kéne rájönnünk, hogy mire van szüksége a fogyasztónak. Az élmény szüli az emlékeket, és az emlékekből rakjuk össze azt, hogy miként, hogyan fogunk visszatérni. Tegnap beszélgettem az egyik előadónkkal, a Rusz Dórival, de majd bemutatom mindenkit, persze, természetesen, ahol megállapodtunk abba, hogy ugye a jó emlék és a rossz emlék között ötszörös a szorzó. 6 vendégem lesz, megszólalási sorrendben, de előtte megint mondom, használjátok majd a question and answer gombot. Tehát vendégeim, Juhász Alexandra, a Volt marketing igazgatója, mindenkivel beszélgetni fogok, azt a címet adtam, versenypiaci eszközön, élményt adok a bizalmadért cserébe. Rusz Nóra, pszichológus, a Frontira képviselője, élmény és tapasztalat alapú ítéletek. Muk Iván, az Effectnex ügyvezetője, alapító ügyvezetője, ő baromi jó pofa dolgot mutat be, fintekes dologomat a PSD2-vel összejön, szándékosan mondok ilyen szavakat, mert majd ott valamit akarok tőle kérdezni, hogy higgyek az arcodnak? Bizalom és arc, és ezt kettőt összekapcsolták, baromi izgalmas. A Racskó Tamás, a Mastercard üzletfejlesztési menedzsere, aki jobb fizetési élményt biztosít, az több pénzt is kérhet a szolgáltatásért. Ugye az egész mai Reboot-nak ez volt az alapcíme. Aztán hogy kerül a csizma az asztalra? Tornyos Szabolcsot, a Nemzetközi Közművek digitális területének vezetőjét meg nem hívtam. Közmű, állami cég, és létfontosságú nekik, hogy élményt okozzanak, hogy a digitális transformációra tanítsák meg az embereket. Az ő beszélgetésének a címe, csizma került az asztalra.
Avagy van, aki időben fedezte fel, hogy az igény felébreszteni mindennél kifizetődőbb. Varga Péter Dávid, barátom, a Smart Design társalapítójával fogunk a végén beszélni. Mindezt hogyan lehet szervezni, ezért azt az beszélgetésének a címe, az ember központú élmények buktatói. No, hát akkor fordulok is első vendégemhez, Juhász Alexandrához. Itt vagy, Alexandra? Itt vagyok, sziasztok! Szia, szia! Mit jelentem? Ugye nem ti voltatok az elsők, akik az országba bejöttetek. Volt már egy másik cég, ugye, amelyik már foglalkozott kajakiszállítással. Nektek valahogy itt talaj kellett fogni, és hát versenybe kellett szállni. Imádom a versenyt. Annál jobb dolog nincs a világon. De menjünk szép sorjába. Mit jelent számotokra az élmény, és mit jelent az, hogy ügyfélélmény? Pont ezért is mondanám azt, hogy számunkra ez az egész igazából mindig mást jelent. Tehát amit mi gondolunk erről, az az, hogy folyamatosan adaptálódni kell magában az élményben. Ami akkor az élmény volt, és amivel akkor annó, mikor bejöttünk az országba 2018 májusában, meg tudtuk magunkat különböztetni akár a versenytársaktól, vagy valami újat tudtunk a piacon nyújtani, az nem feltétlenül ugyanaz, mint ami most van. Ugye amiben mi érkeztünk az országba, az az volt, hogy igazából mindenki hozzá volt szokva régi idők beörökződései alapján, hogy a házhoz szállítás, étel házhoz szállítás, az valami olyasmit jelent, hogy megrendelem a pizzámat, és akkor majd olyan másfél-két óra múlva az valahogy nekem megérkezik, hideg állapotban, kicsit bunkó módon elém dobja a motoros futár. Igazából orravalót így is adok neki, mert azt azért muszáj, meg az azért elvárt, de nagyon régóta, és főleg ugye nem is feltétlenül csak Budapesten, de az összes vidéki városba, valami ilyesmi volt a berögződés az ételházhoz szállítással kapcsolatban. És ugye voltak az éttermek maguk, akik direktben szállítottak, de itt is inkább tényleg a pizzára volt koncentrálódva ez az egész. Meg volt ez a bizonyos versenytársunk, aki már egyébként is előttünk is összefogta az éttermeket, és nyújtott egy ilyen egységes kiszállítási szolgáltatást. Ami különbség volt abban, amit mi behoztunk a piacra, és amit egyébként azóta a versenytársunk is pont ugyanabban az idő pillanatban elkezdett csinálni. Ugye, hogy mi magát az ügyfél élményt és az ügyfélnek a teljes útját egybe fogtuk és egybe kezeltük. Tehát onnantól kezdve, hogy a mi applikációnkat, weboldalunkat használják az ügyfelek, addig, hogy a partner éttermektől megrendelt ételeket az általunk velünk leszerződött futárpartnerek szállítják ki, tehát ez volt az egyik nagyon fontos különbség, hogy ugye a kiszállítás magát is magunkra vállaltuk, illetve a legfontosabb pillérét, amit szerintem nagyon sokszor fogok ma még emlegetni ebben a témakörben, az ügyfélszolgálati tevékenységünket. Mert szerettünk volna azért a pénzért, amit mi úgymond kiszállítási díjként elkérünk a fogyasztóktól, ami egyébként szintén akkor, mikor bejöttünk az országba, egy sokkal magasabb árnak számított, mint amihez a fogyasztók hozzá voltak szokva. Igazából ez a nulla volt konkrétan, tehát hogy annál azért minden csak magasabb lehet, de mi ugye egy 500 forintos alapkiszállítási díjról indultunk, és távolság függvényében növekszik itt Budapesten. És hát ezért bőven adni kellett azért, tehát nem várhattuk el, hogy csak azért, mert mi szépek vagyunk, mi coolak vagyunk, mi újak vagyunk, és külföldről jöttünk, ezért kezdjenek el használni minket, és ami még ennél is sokkal fontosabb, ugye folytassák is ezt a használatot, mert ott még nem igazán sikerült profitra szert tennünk, vagy elérnünk a célunkat, hogy valaki egyszer kipróbálta, ezért adnunk kellett olyan jellegű élményeket, amik folyamatos újra visszatérésre buzdítják az embereket. És amellett, hogy ugye egybe fogtuk az egész láncolatot, minden pontján igyekeztünk ezt megadni nekik. Például az is újdonság volt tőlünk, hogy futárt nyomon lehetett követni az applikáción keresztül, ezt a mai napig nyomon lehet, csak már nem csak nálunk. Illetve ugye egy visszaszámláló keresztül nézhetted, mint felhasználó, hogy mikor fog odaérni az ételed. És szerettünk volna egy picit elmozdulni egyrészt az időpercepcióban az ételkiszállítás tekintetében attól, hogy ez sokáig tart, másrészt szelekcióban attól, hogy esetleg itt csak pizzát lehet rendelni, és akkor harmadrészt attól, hogy hát, hogyha kihűlt, hogyha kiborult, hogyha bármi történt, akkor úgysem tudok vele mit csinálni, és akkor ez volt az ügyfelszolgálat. Szóval röviden összefoglalva három pillér,
az időfaktor, a kínálatfaktor és a mindent egyben elintézhetsz nálunk, és segítünk, és megoldjuk a problémádat faktor az, ami így összeállt. És mai napig ez még mindig jellemző ránk, és még mindig megvan. Ami miatt említettem, hogy ezzel folyamatosan adaptálódni kell, az, hogy 2,5 év alatt, mióta itt vagyunk a piacon, azóta a versenytársak is, mert már azóta többen is vannak, ők is adaptálódtak ehhez, és tudnak hasonló élményt nyújtani, úgyhogy innentől kezdve új kihívások, hogy hogyan emeljük ezt még egy magasabb szintre, vagy hogyan differenciáljuk saját magunkat továbbra is úgy, mint az élményt nyújtó szolgáltató. Érdemes odafigyelni a versenytársra. Említetted az ügyfélszolgálatot, és említetted a, én csak kontaktmeneknek hívom a kiszállítókat. Mm-hmm. Nekik tudtok valamilyen élménnyel szolgálni, hogy jobban szeressék a munkát, és jobb élmény közvetítsenek tovább az ügyfeleiteknek? Igen, igazából ez is több pilléren nyugszik. Egyrészt azzal, hogy ez a típusú házhozszállítás bejött az országba, és elkezdtünk így üzemelni, hogy a futárok azok nem egy konkrét étteremhez tartoznak, hanem ugye van egy cég, aki összefogja őket. Ez nem biztos, hogy feltétlen az élmény részéhez tartozik, de azért nagyon fontos megemlíteni, hogy maguk a fizetések ebben a futárszektorban jókorát emelkedtek, tehát hogy már abszolút nem számít ez egy alulfizetett munkának, főleg, hogyha ezt rajtunk keresztül végzik. Másrészt pedig azok a technológiák, amiket mi adunk nekik, az, hogy neki nem kell saját magának terveznie például az útvonalát, vagy gondolkoznia azon, hogy mit, hogyan csináljon, vagy egyben elvinni 10-15 pizzát, és akkor azokat kiszállítani, hanem az az applikáció is, amit a futároknak biztosítunk, igazából legalább olyan okos, hanem még sokkal okosabb, mint a felhasználók applikációja. Ők mindig csak azt a következő címet látják, ahova nekik el kell menniük. Tehát igazából a teljes napjuk időbeosztásuk az ezzel van tervezve. Nekik csak végezniük kell azt a feladatot, és minden teljesen a háttér logisztikai rendszerre hagyhatnak, hogy az majd elvégzi helyettük a munkát. Ha már mondtad a Covidot, nagyon lehetett érezni, hogy növekszik a forgalmatok? Igen, hát nálunk azért ez felborította az életet rendesen, még sok más szektorban ugye pont, hogy a negatív irányba mozdultak el a dolgok, nálunk pozitív irányba mozdultak el, de azért nagyon-nagyon oda kellett tennünk magunkat minden fronton, hogy ezzel tudjuk tartani a lépést, mert amint bejött az egész helyzet márciusban, mi azonnal megéreztük azt, és azonnal első körben egyébként az éttermek oldaláról éreztük meg, mert ők voltak azok, akik a kiszállítás felé kezdtek elfordulni, főként legelső körben azok az éttermek, akik ugye belvárosban vannak, turisták kiszolgálására voltak specializálódva, úgyhogy igazából amit előtte csináltunk, hogy egy hét alatt mondjuk 10-20-30 étterem kerül fel a platformra, ott több százasával jelentkeztek, és végül 1500 éttermet adtunk hozzá a Volthoz csak a tavaszi időszak folyamán. Úgyhogy itt egy picit be kellett állnunk egy ilyen segítő szerepkörbe, és megtenni mindent azért, hogy ezeknek az éttermeknek tudjunk valamilyen forgalmat biztosítani. A másik oldalról pedig a futárok oldalán, ugye rengetegen elkezdtek jelentkezni. Féltünk egy picit először, hogy hogyan fogjuk majd ezt a megnövekedett forgalmat kiszolgálni. Hát ezzel nem volt semmi probléma, mert annyian vesztették állásukat más szektorokban, és annyira igazából könnyű ezt a futárkodást elkezdeni olyan szempontból, hogyha valakinek megvan a járműve, akkor mi onnantól kezdve segítjük, és biztosítunk számára minden eszközt, hogy nagyon sokan jelentkeztek futárnak. Úgyhogy ez így mind összeadódott, és utána szerencsére a forgalom is jött hozzá, mert ha a forgalom nem jött volna, akkor mind a két szektort ugye mi nem tudjuk úgy kiszolgálni, ahogy szeretnénk. Alexandra, hagyd kérdezzek rá, ha már középpontban van az ügyfélélmény mellett az online fizetési platform. Nálatok ez hogy működik? Úgy tudom, hogy a 19 országból vagytok egységes. Egységes, igen, és már nem 19, hanem 23 országban vagyunk ráadásul jelen. Mi egyelőre nem használunk lokális fizetési megoldásokat. Az ADN nevű szolgáltató egyébként az, aki a mi fizetési háttérszolgáltatásunkat nyújtja jelenleg.
Ez azért nagyon jó és praktikus az elejétől fogva, mert teljes mértékben be van építve a rendszerünkben, tehát nincs az például, mint más hasonló szolgáltatóknál, hogy ki vagy irányítva az oldalról, és egy más felületen, egy máshogy kinéző platformon adod meg mondjuk a kártyaadataidat, hanem ez teljes mértékben be van építve. Illetve Google Pay-jel, Apple Pay-jel is lehet már fizetni nálunk. Ami pedig a hátránya, szintén amúgy a központi megoldásokból adódóan, hogy például sajnos a szépkártyát még mindig nem tudtuk integrálni ebbe a rendszerbe, ami nagyon sok magyarnak egyébként az igénye lenne, hogy ezzel is tudjon fizetni. Adatokat gyűjtitek-e? Tudjátok-e másodlagos üzletre használni? Mondjuk nem. Marketingre vagy bármire? Nem is szerettük volna. Igazán... Hát ez elég rövid. Válasz, igen. Az összes kártya és az ahhoz tartozó adat az ugye csak a szolgáltatónál titkosítva jelenik meg. Ennek ellenére azért még mindig felmerül az emberekben, és főleg az elején, mikor mi még újak voltunk, és nem ismertek minket annyira, és teljesen új szolgáltató kérte el, úgymond az ő kártyaadataikat, akkor ez a bizalomfaktor azért még mindig benne volt, hogy nem is feltétlen azzal kapcsolatban, hogy meg kell adni a kártyaadataikat, hanem azutána eltárolódik. Ugye azért, hogy egy ilyen gördülékeny flow legyen nálunk a rendelés, nálunk nem rendelésenként kell megadni ezeket az adatokat, hanem ott van a profiljában mindenkinek, és akkor utána egy kattintással tud rendelni. És az volt az érzésem, most már egy picit kevésbé, de az elején, mikor mi még új szolgáltatók voltunk, hogy ez az, ami kicsit bizalmatlanságot ébresztett sokszor az emberekben. Azt szoktam mondani nagyképűleg, hogy nincsen hülyén feltett kérdés, csak zseniálisan megfogalmazott válaszok. De kijött a lényeg, hogy azért itt a bizalomért kell áldozatokat, például a reflexiót vagy korlátozást is használni. Nagyon szépen köszönöm Alexandra Rusz Dóra Frontira képviseletében, pszichológus asszonyságtól élmények, tapasztalatok, ítéletek, ezt adtam mindig mosolyogni, sikerült mosolyt csalnom rá. Köszönöm szépen, ezért csináltuk. Miért olyan fontos az embernek az élmény? Sziasztok, köszi szépen. Szóval szerintem ahhoz, hogy az élményről beszéljünk, egy kicsit akkor definiáljuk, vagy így rakjuk egy helyre, hogy mit értünk az alatt, hogy élmény. Én azt értem az élmény alatt, hogy tulajdonképpen az ilyen külső ingerekre adott érzelmi válasz, ami elraktározódik. És ugye az élmények általában ilyen élményfoszlányokból épülnek föl, és nagyon-nagyon érzékenyen működnek. Mert képzeld el, hogy végignavigálsz egy honlapon, ahol mondjuk vásárolni szeretnél valamit, és tök jó a flow, tök jól fel van építve az egész, végigkattingatod, kiválasztod a terméket, nagyon tetszik a termék, és akkor a végén egy borzalmas fizetési folyamat vár. És összességében ugye hogy fogsz távozni? Egy negatív élménnyel. Úgyhogy tulajdonképpen hiába volt pozitív az eleje, a vége nagyon sokat számít egy ilyen folyamatnak, és tulajdonképpen a kérdésedre válaszolva, miért fontos az élmény? Azért, mert ugye ezek elraktározódnak az emlékezetben, és segítenek előre jelezni a jövőt. Tulajdonképpen segítenek nekünk abba, hogy döntéseket hozzunk a jövőbe. Segítenek navigálni minket a világban. Miért gyorsabb és erősebb a negatív élmény a pozitívnél? Igen, egyébként nagyon, nagyon jól rátapintottál, illetve már le is lőtted a poént, amit akartam mondani. Igen, ezt mindenképp evolúciós szemszögből kell megközelíteni, és ugye az évezredek során úgy alakult ki az agyunk, vagyis úgy programozódott be, hogy ugye az fogja túlélni, aki elkerüli a rosszat. Tehát a rossz, a negatív, az egy nagyon-nagyon fontos, kiemelkedő információ, és így alakultak ki a kognitív folyamataink, hogy tulajdonképpen így priorizáljuk a negatív dolgokat. Például most példákat ilyen pszichológiai kutatásból mondanék, hogy a tömegben az ilyen fenyegető arcok sokkal hamarabb észreveszik azokat az emberek. Például a negatív hírek azonnal elraktározódnak az emlékezetben, még egy pozitív hírnek körülbelül ilyen 12 másodperc, mire elraktározódik. Sokkal előbb vesszük észre a negatívat, hogyha mutatnak nekünk negatív és pozitív információkat, akkor a negatívra fog a figyelmünk hirtelen összpontosulni. És egyébként, hogyha már így fizetésről beszélünk, akkor például sokkal szomorúbbak és stresszesebbek az emberek, hogyha 50 dollárt veszítenek, mint boldogabbak, amikor 50 dollárt nyernek. Szóval ugye igazából a lényeg az, hogy egy ilyen evolúciós szemléletben a negatív sokkal nagyobb figyelmet igényelt
az emberiség számára, mint a pozitív. Hát elveszteni valamit az mindig rosszabb, ez tény, mint valamit megszerezni. Az online fizetés kockázatosabb az emberek megítélésében. Ugye azt mondják, hogy ez nem olyan biztonságos, pedig a túrót nem, ez mondjuk az online fizetésben a pénzmozgatók figyelmébe ajánlanám, hogy kicsit tanítani kéne erre az embereket. Hogyan tudjuk jelezni feléjük, az emberek felé, hogy ők biztonságban, nagyobb biztonságban vannak? Van erre valamilyen jó tanácsod? Ahogy mondtad, hogyha pénzügyi témáról beszélgetünk az emberekkel, akkor azért az mindenképp kijön, hogy az emberek nagy része még bizalmatlan. Az online fizetésnél például, hogyha nem úgy alakul valami, ahogy ők azt előre jelezték, akkor van egy ilyen hirtelen reakció, hogy na, én most akarok egy emberrel beszélni. Valami nem stimmel, felhívom az ügyfelszolgálatot. És például ugye még mindig kell az emberi interakció ahhoz, hogy biztonságban érezzék magukat. Nyilván ez ugye szegmentált, tehát mondjuk a fiatalabb korosztály az nem ennyire, de egy idősebb korosztálynál nagyon nehéz elültetni azt, hogy az online fizetés az igazából teljesen biztonságos. Hát igazából amit tudok erre mondani, ez mondjuk a transzparencia, tehát az ilyen ügyfélinterjúkból, ami ki szokott jönni általában, hogy az emberek nagyon szeretnék látni, hogy hol tartanak mondjuk egy fizetési folyamatban, mi fog még történni. Ugye kell nekik adni ilyen fogózkodó pontokat, hogy ez megtörtént már, de még ez fog történni. Mi történik a háttérben, amíg én beírom az adataimat utána? Tulajdonképpen ezekre lehet alapozni. A másik pedig, ami még ki szokott jönni ilyen ügyfélinterjúkból, hogy amit az emberek mondanak, hogyha felismernek színeket, logókat, amik emlékeztetik arra, hogy ja, igazából ez egy megbízható cég, vagy valamilyen bizalmat sugároz a kinézet, akkor ez nagyon-nagyon fontos tud lenni. Kinézet? Ezt kifejtenéd? Hát például, hogyha mondjuk, hogyha valaki egy ilyen fizetési felületen van, és meglátja ezt a zöld színt, ami ugye emlékezteti mondjuk egy banknak a fizetési felületére, akkor azt érzi, hogy hiába volt ez a kezdeti bizonytalanság, hogy úristen, mi fog történni a fizetési folyamat alatt, ja, most már ez a bankomnak a színe, akkor megnyugodhatok, mert biztonságban vagyok. Értem. Ez a tanítási időszak. Aztán le kell szednünk mondjuk megszokásokból. Egyáltalán mire épül a megszokás? Mennyire erős ez az emberekben? Mennyire lehet, akkor egy harmadik kérdés, hogy legyen egy csokorba. Tehát mi az, hogy megszokás? Hogy alakul ki? És hogyan lehet a rossz megszokásból átcsábítani egy új megszokást, kialakítani benne? Hú, de bonyolultan kérdeztem. A megszokások azok, igen, a megszokások rabjai vagyunk, így éljük az életünket. Ez általában azért van, csak egy kis hátteret mondjak, mert ugye az embereknek a kognitív folyamatai úgy fejlődtek ki, hogy szeretjük elkerülni a mentális erőfeszítést. Tehát szeretünk olyan dolgokat csinálni, hogy megszokott automatikus tevékenység, nem szeretünk mentális erőt feszíteni bizonyos dolgokra. És akkor hogy alakul ki egy megszokás? Ez általában úgy történik, hogy még van egy trigger, és hogyha egy online felületekről beszélünk, akkor szerintem a legjobb példa erre mondjuk a közösségi média, például a Facebook, hogy felmegy valaki a Facebookra, és látja, hogy valaki validálta a létezését, belájkolta egy posztját, vagy ismerősnek jelölt. Tehát jönnek a pozitív szociális visszajelzések, és ezt egy idő után, egy többszörös interakció után az emberek megtanulják asszociálni magát a viselkedést, tehát az, hogy felmegyek Facebookra, görgetek, rányomok a Facebook logóra, azzal, hogy ilyen pozitív, jutalomszerű visszajelzéseket fog kapni másokról. És ugye ez minél többet megtörténik, annál jobban berögződik egy szokás. Tehát én most már azért pörgetem a Facebookot, mert várom ezt a visszajelzést, ezt a jutalmat. Ugye például a szerencsejáték is így működik ugyanezzel ezzel a mechanizmussal. És akkor mennyire vagyunk ezeknek a rabjai? Hát nagyon, ugye ezt már így előbb elmondtam. Igazából ezek a szokások vezérlik az életünket, és hát borzalmasan nehéz kilökni valakit a szokásaiból.
Ez egy nagyon izgalmas kérdés egyébként a pszichológiában, ez most egy ilyen nagyon-nagyon felkapott irány, ez a viselkedés változtatás, és azért nehéz, mert ugye ezek az asszociációk, amit elmondtam, például a Facebook logó, meg a viselkedés közt, hogy felmegyek Facebookra, ezek ilyen tudatalatti dolgok, tehát az emberek nem tudatosan nem tudnak reflektálni ezekre, és ezért is nehéz tudatosan, racionálisan meggyőzni az embereket arról, hogy mondjuk miért változtassák meg a viselkedésüket. Például, hogyha valaki készpénzes fizetést preferál, vagy azt szokta meg, mondjuk egy idősebb korosztályban, nem fogunk tudni meggyőzni racionális érvekkel, hogy miért kéne változtasson. Szóval igazából ez a hátulütője ennek az egésznek. Persze nem lehetetlen, szóval a kérdésedre válaszolva, hogyan lehet ezeket legkönnyebben vagy leghatékonyabban megváltoztatni. Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, de hogyha így tényleg szeretnéd hallani a leghatékonyabb módszert, akkor nyilvánvalóan először ugye az edukáltság kell, hogy megtörténjen, tehát az, hogy tudja az ember azt, hogy egyébként miért is kell nekem megváltoztatnom ezt a szokást. Tehát maga a megértés, inkább ezt így fogalmazom, és akkor utána az ilyen tudományosan bizonyított leghatékonyabb módszer, az sajnos az, hogyha kihelyezzük a kontrollt az emberi döntés alól, és tulajdonképpen egy ilyen felülről jövő rendszer szintű változást hozunk be. Tehát például, hogy kötelezővé válik valami. De persze vannak kisebb dolgok is, amivel lehet hatni az emberekre, például ilyen az, hogy kitől érkezik az üzenet, nagyon erősen tudja befolyásolni az, hogy ki mondja nekünk azt, hogy változtassuk meg a viselkedésünket. Az ego is nagyon nagy szerepet játszik. Ugye az emberek nagyon szeretik jó fényben feltüntetni, meg látni magukat, és erre egyébként jó példa a Wikipédiának az egyik ilyen adományozós reklámja. Úgy fogalmazták meg, hogy a felhasználók 95%-a nem adományoz nekünk, de legyél te az az egyetlen, aki adományoz. Tehát, hogy ez kicsit ilyen fordított társadalmi hatás, egy fordított ilyen social proof, ezt úgy hívják ezt a befolyásolási módszert, hogy te legyél az, aki majd különleges, és aki majd adományoz nekünk a többiekkel ellentétben. Köszönöm szépen. Összességében azt tudnám mondani a végére, hogy a legerősebb befolyásoló az ajánlás, vagy hogyha valakitől egy ajánlást hallunk, ezt azért a marketing piac, marketing szakma, marketing eszközként igen erősen kezdték el használni ugye a VOM-ot, a suttogót, az ajánlórendszereket, a különböző akár televíziós műsoroknál már, úgy értem, hogy filmcsatornáknál, vagy bárhol, ahol ajánlórendszerek vannak. Mukkiván itt vagy? Itt vagyok, sziasztok! Igen, szia! Miért ér többet az élmény a bizalomnál? Hát alapvetően annak ellenére, hogy mi, mint FF Next, az élményre fókuszálunk főként, és ebben segítünk bankoknak, nem biztos, hogy egyetértek a kérdés feltevéssel, mert hogy a bizalom amennyiben biztonságot jelent, ebben az esetben egyértelműen azt mondanám, hogy fontosabb a bizalom és a biztonság, mint az élmény. Mi is megértjük, hogyha adott banknál, amelynek fejlesztünk, éppen kórrendszer cseréje van, nem működnek bizonyos backend oldali fejlesztések, funkciók, akkor természetesen nem a mobilbanki alkalmazás megújítása, user interface megújítása a fő fókusz, ezt mi is látjuk. Abban az esetben, hogyha azt mondjuk, hogy a bizalom mondjuk a márkaépítéssel egyenlő, akkor viszont már lehet, hogy egyetértek abban, hogy fontosabb az élmény ezekben az esetekben, és azt látjuk mi is, hogy például a neobankoknál, a leginnovatívabb fintech megoldásoknál főként az élmény dominál, viszont ennek ellenére a legnagyobb neobankok, akár az Egyesült Királyságban, Revolut, Starling Bank, Monzo, náluk már a bizalom is egyre magasabb, és egészen komoly márkaépítésbe tudtak kezdeni, viszont egyébként nálunk még Közép-Kelet-Európában a bizalom azért még mindig nem tartott a fintech megoldásoknál, mint az inkubenseknél. Tehát a márkaépítés, a brandépítés baromi fontos. Így van. Mert hogy azt fogja megalapozni, élményből, a márkából lesz az élmény, élményből lesz a bizalom. Mit jelent számodra, és nem véletlenül kérdezem, mit jelent számodra a fintech fogalma? Pénzügyi technológia.
De azzal kicsit tudnám komplikálni a fintech fogalmát, hogy például a McKinsey 2017-es definíció alapján a fintech startupokat jelöl, vagyis nem csak pénzügyi technológiával foglalkozó cégeket, hanem egyben exponenciálisan növekvő, kvázi startup jellegű startup vállalkozásokról van szó. Én azért ezt nem így definiálom, szerintem egyrészt mindenképpen fontos tágabb értelemben kezelni a fintechet, másrészt pedig ilyen komolyabb, extrémebb fintech historikusok azt mondják, hogy már a 19. században volt fintech, az első transatlanti kábel elhelyezésénél. Van, aki azt mondja, hogy az első ATM-nek a 1967-es installálásánál már létezett fintech. Sokan azt mondják, hogy a fintech 2008-9-ben a gazdasági válságunknál érkezett. Ami egyértelmű, hogyha még megnézzük a Google keresési találatokat, akkor 2015-re tudjuk azt az időszakot tenni, amikor már mainstream volt a fintech fogalma, mi is most már a fintechet kvázi egy egyértelmű mainstream fogalomként kezeljük, és én is azt mondanám, hogy 15-től beszélhetünk igazán fintechről. Viszont, ami meg egy plusz érdekesség itt, hogy egy Silicon Valley-ben megtalálható tőkebefektető, az Andreessen Horowitznak a general managere, idén januárban azt mondta, hogy szerinte a nem is annyira távoli jövőben minden vállalkozás fintech vállalkozás is lesz egyben. Ez annak is köszönhető, hogy a moduláris bankolás, banking as a service egyre inkább, egyre könnyebben és egyre olcsóbban igénybe vehető, és egyre könnyebb pénzügyi szolgáltatásokat piacra vinni. És ezzel a kijelentéssel egyébként én is nagy részt egyetértek. Mi is nagy rajongói vagyunk a banking as a service-nek. Van is olyan projektünk, ahol nekünk is kvázi egy ökoszisztémát különböző puzzle darabokból kell összeraknunk, anélkül, hogy mi banki licenszekkel rendelkezzünk. És hát tulajdonképpen a fintech most már minden iparágat, minden vállalkozás be tud hálózni. Ez azt jelenti, hogyha be tud hálózni, és jön a PSD2, bocsánat, be kell kérdeznem, pénzügyi liberalizáció, ez azt jelenti, hogy a bankokon kívül egyre több olyan cég fog bekapcsolódni, aki mondta ezt a moduláris rendszert, én értem, remélem, hogy más is ért, most nem megyek bele a részleteibe, hogy egyre több olyan szereplő lesz, aki a pénzügyi manőverekhez és a bankok tevékenységéhez nagyon hasonló tevékenységet fog folytatni? Igen, egyrésztről azt is látjuk, hogy akár Google, Facebook, Apple, Amazon is könnyen tudnak egyre gyorsabban pénzügyi szolgáltatásokat nyújtani. A másik oldalon megközelítve pedig, hogyha bármelyikünk szeretne egy pénzügyi alkalmazást a piacra dobni, elegendő kvázi a frontenddel rendelkezni. Nyilván sokkal költségesebb, hogyha nem rendelkezünk mi magunk mindenféle szükséges licenszel, e-maili licenszel, banki licenszel, stb. Nagyon sok szereplősek ezek a szolgáltatások, amennyiben ezeket szeretnénk nyújtani. Viszont van arra lehetőség, megfelelő tőkével rendelkezve, hogy ezeket heteken belül, akár 3 hónapon belül egy mobilbanki alkalmazást kivigyünk a piacra, anélkül, hogy mi magunk kvázi licenszel rendelkeznénk, úgynevezett card issuerekkel, acquirerekkel, stb. Szereplők. Ebben most nem mennék bele részletesen, de erre már mind van lehetőség. Iván, ha jól értelmezem, a pénzügyi manővereket egyre többen tudják használni. Tehát a pénzügyi tudatosság bár nem csak a bankoknak lesz az érdeke, hanem mindenki másnak. Én azt gondolom, hogy egy startupot ti, az FF Next, a Financial Family, vagy ugye jól mondom a cégetek nevét, az eredeti. Így van, tökéletesen. És a pénzügyi tudatosságra építetted. Hol van ebben a biznisz? Mennyire igaz, amit most az előbb állítottam, vagy sejtetni véltem? Hát tulajdonképpen abban az esetben, hogyha valakinek magasabb a pénzügyi tudatossága, akkor nagy valószínűséggel magasabb az ügyfél értéke is adott bank számára. Egyrészt jobb adós is lehet, akár egy hitelezési folyamatban, másrészt jobban tudja, hogy milyen szolgáltatásokat tudna igénybe venni, ezáltal a keresztértékesítés is magasabb szinten tud működni. És emellett, ha valaki pénzügyileg tudatos és ismeri a megtakarításoknak a koncepcióját, tudja, hogy hogyan működnek a befektetések, lehetséges az, hogy befektetéseket is igénybe fog venni adott pénzintézetnél, ez pedig szintén egy plusz szolgáltatás, amelyet nagyon sok esetben pénzügyi tudatlanság miatt nem használunk, vagy nem próbálunk bele. Képzeld el azt a játékot, amikor a Volt kitalál egy olyan kaja kiszállítási szolgáltatás virágokkal mindennel együtt, hogy összekapcsolja valamilyen pénzügyi tudatos dologgal, és lesz egy addicionális szolgáltatása. Végül is ez a versenypiac lényege a kreativitása, jól mondom.
a digitalizáció az új szükfél élmény a pénzintézeteknek, költség, jobb esetekben befektetés. Lehet számszerűsíteni, hogy mennyi idő alatt és hogyan térül meg egy ilyen befektetés? Az előbb te is mondtad a befektetést. Természetesen lehet, hogyha már a hitelezést említettük, hogyha mondjuk tegyük fel a 2019-es 600 milliárdos személykölcsönpiacot nézzük meg, akkor abban az esetben, hogyha adott pénzintézet egy end-to-end banki e-sales megoldás segítségével nem hetek alatt, hanem akár 20 perc alatt tud hitelezni, akkor abban az esetben akár egy 5-6-7%-os piaci részesedést akár 10%-ra is fel tud pumpálni, és hogyha egy 600 milliárdos piacot nézünk, akkor ott 1-2% egészen komoly milliárdokat tud jelenteni. Hát egy valamit megtanultam az életben, hogy a másodlagos piac néha nagyobb üzlet, mint az elsődleges, ami frontban van. Az előbb említettem azt a szomorú esetet, amikor egy bírósági személyigazolványt és bírósági papírt nem fogadtak el tőlem, még egy halotti bizonyítványt is be kellett pluszba szereznem, vagy hát visszamennem érte. Ehhez képest van ez a selfish henyehúnya, amit ti találtatok ki, illetve ti kezdtetek el használni. Röviden összefoglalva, jelenleg a szabályozás megengedi azt, hogy selfish azonosítás mellett amennyiben biometrikus, erre alkalmas okmányokat, NFC csipjüket tudjuk olvasni, elszemélyi vagy biometrikus útlevél. Ebben az esetben mindenféle limitáció nélkül tudjuk beazonosítani az ügyfelünket. Teljes értékű beazonosításról tudunk itt ebben az esetben beszélni, és jelenleg ez egy nagyon-nagyon-nagyon szuper hír, hogy ezeket az új technológiákat használhatjuk, és ezáltal nagyon gyorsan tudunk ügyfeleket beazonosítani. Hogy néz ki egy teljes folyamat, egy end-to-end digitális hitelesítés például, ezt elmondanád? Ebben az esetben egyrészt nyilvánvalóan egy alkalmazást szükséges letölteni, vagy egyébként, mivel ezt keretrendszerben készítjük el, ezt be is tudjuk építeni mobilbanki megoldásokba. Lehet demo módban is nézni azt, hogy milyen pénzügyi termékeket értékesítünk ezen az alkalmazáson keresztül. Amennyiben valamelyik megtetszik, elindíthatjuk a rövid regisztrációs folyamatot. A regisztrációs folyamat nagyon gyors, különböző SMS, validációs PIN kód megadással, stb. Át tudunk evezni utána az ügyfél azonosításra, ahol selfie készítünk, befotózzuk a személyigazolványunkat, a személyigazolványnak az úgynevezett MRZ kódját is beolvassuk, ebből tulajdonképpen számos egyéb információt is megtudunk, mellette az NFC chipjét is tudjuk olvasni az elszemélyiknek, ezáltal még komolyabb adattisztasággal tudunk rendelkezni, és a limitációkat is fel tudjuk oldani, és emellett még a lakcímkártyánkat is befotózzuk, élőségvizsgálatot is készítünk az ügyfélről a selfie készítése alatt, és tudjál, és adjuk az által azonosított ügyfelet. Három mondatodat ismételd meg, meg kihagy az interneted. Ó, értem. Akkor gyorsan összefoglalom. A személyigazolvány befotózásától akkor gyorsan összefoglalom. Befotózzuk a személyigazolványt, mellette az MRZ kódját is olvassuk, ezáltal még több információhoz jutunk, magas adattisztasággal, emellett pedig az NFC chipjét is olvassuk az elszemélyigazolványnak. Ezen túl a lakcímkártyánkat befotózzuk, élőségvizsgálatot is végzünk, kvázi videót készítünk a selfie készítése alatt az ügyfélről, és van egy általunk beazonosított ügyfél, akinek kvázi a dokumentációját átadjuk a bankunknak, amely bank PMT szerint 2 nap alatt kell, hogy megvizsgálja azt, hogy tényleg az-e az a személy, aki magát azonosította, akinek ő magát mondja. De hát ez azt jelenti, hogy COVID-semlegesek vagytok, nekem nem kell időpontot kérni, nem kell elmennem oda, nem kell össze-vissza hülye kérdésekre válaszolnom, hanem otthonról mindent el tudok kvázi intézni. Ez olyan, mint amikor az iPhone-omra ránézek és felismer, és azt mondja, hogy akkor bemehetek az én iPhone-omba, telefonomba. Valami hasonló indul el, ugye? Pontosan, pontosan. Mindemellett a szerződéskötés is működik teljes mértékben online, és egyébként csak egy gyors példát kiemelve, még a KKB hitelezésnél is minden működik online, különböző adatbázisokhoz való kapcsolódással, céginformációs rendszerek, stb. Kivéve például az időközi mérlegen túl mindent be tudunk kérni elektronikusan, minden működik end-to-end online. Akkor már csak egy utolsó kérdést engedj meg. Miért jó ez egy kereskedőnek? Mert ameddig ti ilyen marha okosak vagytok, és a bank is rá is veszitek, meg a fintek, meg minden. De az online fizetés végén mégiscsak a kereskedő fogja eldönteni, hogy használja ezt.
Hol fog ez neki megtérülni? Egyértelműen magasabb fogalommal tudunk ebben az esetben számolni. Már korábban is meséltem azt, hogy a keresztértékesítés mennyire fontos. Megfelelő digitális csatornák esetében nagyobb keresztértékesítéssel tudunk számolni, mert meg egyébként már a meglévő ügyfeleknél is sokkal alacsonyabb churn-réttel, lekopási rátával kell számolnunk. Szóval most csak három fogalmat említettem, amelyek mindenképpen pozitívabb irányba tudnak nőni, amennyiben jobbak a folyamatok, gyorsabbak a folyamatok, és nem utolsó sorban minél kisebb aktivitással vonjuk be a felhasználót, annál kiválóbbak ezek a folyamatok, és ezt számos kutatás mutatja, akár a szeptemberi Deloitte Digital Banking Maturity kutatása, és tudnék még sorolni néhány egyéb érdekes research anyagot. Iván, köszönöm szépen, maradj velünk! Racskó Tamás, a Mastercard üzletfejlesztési menedzsere. Azt a beszélgetésünknek azt a címet adtam, aki jobb fizetés élményt biztosít, az több pénzt is kérhet el a szolgáltatásért. No, megválaszolnád ezt a címet? Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Először is jó fizetési élmény, ahogy rossz is, létrehozható Mastercarddal is, meg anélkül is. Ez nem rólunk szól, ez a cím. Ez arról szól, aki mondjuk egy internetes kereskedőnél a fizetési felületet adja. És azt jelenti, hogy ugye ezt már előttem itt többen mondtátok, hogy nagyon sokat számít az, hogy egy vásárló be fogja fejezni a vásárlását, mert egy olyan fizetési élménnyel tud ezt lezárulni, ahogy gyakorlatilag fogja a kezét a kereskedő fizetési felülete, és gyakorlatilag külön oda kellene figyelni, ha el akarná rontani a fizetés folyamatát. Vagy igazából a kereskedő csak ad egy felületet, különösebben nem foglalkozik vele, hogy ez milyen, és ebben az esetben sajnos nagyon sokszor nem zárul sikeresen a vásárlás. Azt látjuk, hogy van 10-ből 9 felhasználó, aki hagyott már abba online fizetést, csak azért, mert hagyott már abba online vásárlást, csak azért, mert a fizetési folyamatnál gondja akadt. És hogyha a kérdést nem úgy tesszük fel, hogy mik a direkt költségek, hanem belegondolunk abba, hogy milyen rejtett költségek is vannak, akkor mondjuk érdemes egy szép, jó fizetési felület kialakítására 10%-kal többet fizetünk, hogyha ettől 20%-kal több vásáron fog megmaradni? És így már egyáltalán nem biztos, hogy az a drágább, ami elsőre annak látszik. Miért akkora szó ez az azonnali fizetés egyébként? Hát, hogy látom, mindenki el van tőle ájulva. Miért akkora szó ez az azonnali fizetés? Ugye korábban Magyarországon az átutalások csak hétköznap működtek és bizonyos elszámolási ciklusokban. Ehhez képest idén március 2-től ezek azonnal megvalósulnak, és ez az azonnaliság ez új fizetési folyamatok kiépítését is lehetővé teszi. Tehát például tudok akár egy árucikkért is átutalással fizetni, akár hétvégén is. És ez korábban nem állt rendelkezésre, most már ez itt van Magyarországon, a kereskedő is azonnal a pénzénél lehet, és ez egy alapinfrastruktúra, amire rá lehet építeni utána fizetési folyamatokat. Már csak az a kérdésem marad ezek után, hogy ki fizeti a fizetést? Tehát, hogy ez kinek lesz költség? Igen, és ez egy kardinális kérdés. A banknak, aki akár a vásárlónak a bankja, vagy akár a kereskedőnek a bankja, neki is felmerülnek költségei, és neki is ki kell fizetnie a munkavállalóit. Tehát valahol valakinek a végén ki kell fizetni a részt, valaki a végén megfizeti azt, hogy fizethessen. Szerintünk, mint Mastercard, ezt nem a vásárlónak kellene megtennie. Nem jó az, hogyha a vásárlót arra rákényszerítjük, hogyha ő nem készpénzzel akar fizetni, akkor ezért még plusz költségeket kelljen felvállalnia. Szerintünk a legnagyobbat a kereskedő nyer azon, hogyha vásárlói kényelmesen, biztonságosan, elektronikusan tudnak nála fizetni, és ezért végeredményben a kereskedő az, aki ezt a cehet állja. Hogyan lehet rávenni a kereskedőket, hogy azért mégiscsak használják ezt? Hogy mégiscsak azonnal elektronikus fizetéseket? Igen. Igen, én tágan fogalmaznék, elektronikus fizetéseket mondanék, és a kereskedőknek ebből plusz forgalmat tudnak ők elérni. Plusz forgalmat tudnak elérni abból, hogy ki tudják szolgálni a kártyás vásárlókat, illetve akár fel is tudják gyorsítani ezzel a fizetési folyamatot, akár egy bolti környezetben, akár pedig egy internetes vásárlásnál. Ugye rendkívül egyszerű, hogyha mondjuk én csak azt mondom visszatérő vendégként egy webáruházban,
hogy a már múltkor is használt kártyámmal szeretnék fizetni, ezúttal is. És a kereskedő abban a pillanatban tudja, hogy számára már garantáltan meg fog érkezni a pénz. Menjünk a gyakorlati életre. Kiskereskedelmi bolt, napvégén kasszázás, meg fizetés. Én akkor szerettem meg az automatikus fizetést a konferenciáimnál, amikor rá tudtuk venni az embereket, hogy online fizessenek, mondjuk mobilon, baromi sokat kellett fizetnem jutalékot, viszont a másik oldalon, a könyvelői oldal kicsit olcsóbb lett, mert nem elég az, hogy a NAV-hoz be vagyok kötve, még az adót szám, tehát van egy programunk, ami egyből könyvel is, és egyből mérleget húz. Elképzelhetőnek tartod ezt, hogy ezt nagy rendszerek is kialakítsák? Abszolút. Elektronikus fizetéseknél nincsenek határok abban, hogy milyen támogató funkciókat tudunk, vagy lehet erre ráhúzni. Tehát igen, akár lehet ebben könyvelés támogató rendszer, vagy adott esetben, hogyha egy vállalat úgy dönt, hogy a munkavállalóinak kártyát ad, akkor ezen be tud állítani megfelelő korlátozásokat, jogosultságokat, amivel tudja kontrollálni a munkavállalóinak a költéseit, és ezek utólag is visszakövethetők, elszámolhatók kellene. Úgyhogy igen, ez is egy előny a mellett, amit én mondtam, hogy tudja támogatni alapvetően az analitikát. Tornyos Szabolcsot szólítanám, a Nemzeti Közművek digitális területének vezetője. Na, itt haltam be, amikor én ezt megtudtam, hogy egy közmű arra hajt, hogy az embereket digitális transformációra szoktassa, mondjuk úgy. Mi érdeke egy közszolgáltatónak, hogy ügyfélbarát legyen? Ja, Ákos, sziasztok! Hát ezt mi már 2016-ban elkezdtük, és ez annak a stratégiánknak a része, hogy a nemzeti közművek több akar lenni a mostani, vagy talán ha visszanézek a múltbéli ilyen hatóságszerű imidzsénél és szerepénél, és úgy foglaltuk ezt össze, ezt az új irányt egyetlen szóban, hogy otthonszolgáltató szeretnénk lenni. Tehát az ügyfelek otthonainak szeretnénk a biztonságát, meg az ügyfelek jólétét szeretnénk biztosítani, és ebben fontos szerepe van az, hogy milyen élmény éri őket akkor, amikor velünk kontaktálnak. Nyilván a leggyakoribb kontaktálási pont az a számlafizetés per pillanat. Úgyhogy ezzel kezdtük 2016-ban, és hát most már több mint 30%-a az ügyfeleinknek elektronikusan fizet. Ez gyakorlatilag megduplázódott az elmúlt. Hány százaléka? 30% fölött van már. Aha. Tehát a 3,5 millió háztartásból körülbelül más 1,2 millió. A sárga csekknek van egy varázsa, ugye? Mit tudtok helyette nyújtani? Tehát, hogy ha van varázsa, szeretjük, megszokás, beszéltük Rusdórival erről, hogy a megszokás az nagy úr, meg lehet katerkázni a postánál, míg sorban állunk. Tehát, hogy azért ennek vannak olyan addicionális történetei, amitől a sárga csekk, tudom lobogtatni, ez az enyém, befizettem, stb. Valamit kell helyette, tehát erről le kell szoktatni valahogy az embereket a megszokásról, hogy átmenjenek. Van erre valamilyen stratégiátok? Hát ami működött az elmúlt években, az egyrészt a környezetvédelem, mint üzenet, hogy ne kelljen annyi fát kivágni és a papírt kinyomtatni. Ezt persze pontosan kiszámoltuk, hogy mennyi fát jelent évente, ez ennek a rengeteg papírnak az előállítása. Ugye ez volt az elsődleges üzenet, másodszorban pedig azonnali 1000 forintos jóváírást adtunk mindenkinek, aki le tudott mondani erről a szokásáról, vagy tudott ezen változtatni, és hát ez működött egyébként, ez a kettős üzenet, tehát egyrészt én egy felelős valakinek érezhettem magam, másrészt még pluszban jutalmat is kaptam érte, hogy ez a kettős hát hogy mondjam, viszonzás, ez működött, de hát emellett természetesen minél kényelmesebbé, meg gyorsabbá is kellett tennünk a fizetés folyamatát, a digitális elektronikus számlafizetés folyamatát, úgyhogy az applikációinkat fejlesztettük, meg fejlesztjük folyamatosan, és ebben ugye, mint egyébként már nagyon megszokott módon, bárhol máshol is azonnal értesítést kap az ügyfél, hogy elkészült a számlája, mentett kártyával ki tudja fizetni a számláit, ott nyilván vissza tudja követni, tehát igazából a máshol már standarddá váló élménnyel próbáltuk
mi is, tehát felzárkózni ehhez is. És ez is kellett ahhoz. Tehát a közmű azért az nem a világ legmodernebb vállalata. Élen jártok a digitális transformációban. Azért mi volt a legnagyobb kihívás? Az öregek vagy a fiatalok? Ja, az iparág jellegéből adódóan ez egy olyan iparág, ami tehát jó, a földhöz van kötve, meg hosszú távra tervez, ugye csövek vannak a földben, meg stb. Tehát ez egyébként ugye a gondolkodásban is meglátszik, és ezt elsőben pozitívum mondom, hogy innen indultunk, és hát minden változás az belül azért félelmeket szül, hogy ezt kellett így adresszálni, megkezelni, és ezt belső workshopokon terítettük ki, kimondattuk a kollégákkal, hogy mitől tartanak, hogy mi lesz ebben a nehéz, és hát körülbelül egy év kellett ahhoz, hogy így nagyjából egy emberként a vállalat emögé, a transformáció mögé álljon, magukénak érezzék ezt a változást, tehát ez kellett hozzá, de az is kellett hozzá, hogy maga a menedzsment az nagyon fiatal, tehát 40-es évei elején járó, közepén járó emberek vezetik, menedzserek vezetik a céget, és ők, tehát onnan jött ez az egész, tehát nem egy alulról építkező dolog kellett, hogy legyen, hanem is szépen felülről meg volt tervezve. Azért ti is egy verseny, most mindegy, hogy állami, ti is egy versenypiaci szereplők vagytok. Mint ilyen a tulajdonos felé is, meg magatok felé is elkezd számolni azzal, hogy mibe fektettek be pénzt, miért, hát kell valami hosszú távú stratégiának lenni. Mi volt nektek egyáltalán a célotok azzal, hogy a sárga papírról lejöjjetek, láthatatlanná akartatok válni, hogy bekerültök a havi rendszeres kifizetésbe, vagy hogy mi volt ennek az egésznek az értelme, és mi a hosszú távú, ha beszélhetsz róla? Igen, hát rövid távon mindenképpen egy költségcsökkenést jelentette ez, a működési költségeket csökkentette ez a digitális transformáció, tehát hogyha az ügyfelek nem papíron fizetnek készpénzzel, az annál csak olcsóbb variációk léteznek így a működés szempontjából. Másrészt így hosszú távon ezeket amit te is mondtál, és akkor most kimerem mondani, ezeket a touchpointokat próbáljuk egyébként úgy felhasználni a stratégiánkban, hogyha már az ügyfelek egyébként velünk kapcsolatban állnak, és ez egy jó élmény, vagy az elvárt élménynek megfelelő maga a fizetési mód, és mondjuk az a csatorna, amin ezt igénybe veszik, akkor talán elfogadnak tőlünk egyéb olyan ajánlatokat, amelyek így a mostani működésünkkel kapcsolatban mondjuk így várnak, vagy elfogadnak tőlünk. Otthonukkal kapcsolatos dolgok, például biztosítás jellegű termékek, hasonló dolgok, tehát hogy ezekre esélyünk nyíljon ezeket eladni az ügyfeleknek, ne utasítsák el őket egyből, mint amikor egy oda nem illő mondjuk folyamatban valaki megkínál téged egy teljesen váratlanul valami ajánlattal, akkor az általában úgy nem szokott működni. Úgyhogy ezekre próbáljuk ezeket a fizetési pontokat, touchpointokat felhasználni. Meg persze edukálni is próbáljuk az ügyfeleket, úgyhogy egyre jobban, ha kiterjedtebben próbáljuk használni a social felületeket is, videókat posztolunk, stb. Úgyhogy így... Ezek emberközpontúak lenni, hogy egy kérdés bejött közbe, hogy lesz egy közmű szolgáltatás emberközpontú? Hát pont azáltal, amit az előbb említettem, hogy azokat a kapcsolódási pontokat, amikor valamit el szeretne az ügyfél intézni, most a fizetéseken túlmutatóan, és akár mondjuk költözünk, vagy egy új ingatlant vásároltunk, és át kell írni a közműveket, akkor kapcsolatba lépünk az adott közművel, és olyankor ér egy élmény bennünket, ami eddig nem feltétlenül volt pozitív. De azt gondolom, hogy tehát mindig lehet javítani, és ezeken javítunk is, és azt gondolom, hogy így tud egy ember központú lenni, hogy odafigyel a vállalat vagy a szolgáltató ezekre az élményekre, ahol tud érintkezni az ügyfelekkel. Köszönöm szépen, maradj velünk, légy szíves, a végén még beszélgetni fogunk itt az ember központúságról. Varga Péter Dávidot szólítom, a Smart Design társalapító vezetője, az ő beszélgetésének azt a címet adtam, az emberközpontú élmények buttatói. Mivel kezdenéd?
egy ilyen tervezést? Hogy látnál hozzá? Megkeres valaki, élményt kell adni az embereknek a végén és az online fizetésnél. Hogyan látsz hozzá? Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Remélem, jól hallotok. Hát mi általában úgy kezdjük így product designerek, vagy terméktervezők, fejlesztők, azt hiszem, ezt mondhatom mindannyiunk nevében. A design processnek az első része az a megfigyelés, tehát amikor megértjük a felhasználó igényeket, meg persze meg kell értenünk az üzleti igényeket is, mert a kettő az így egyben jár egymással, de pontosan ezért is, emiatt az első lépés miatt mi azt szoktuk hangsúlyozni a Smart Design-nál a projektek során, meg így az ügyfeleinknek, hogy mi igazából nem magunknak tervezünk, hanem a felhasználóknak. És ahhoz, hogy ezt megtehessük, ezt meg kell értenünk a felhasználóknak az igényeit. És azért persze nyilván nagyon sok szakmai tapasztalatot föl lehet halmozni, de igazából nincs egy ilyen általános érvényű igazság, tehát nem lehet megírni egy kottát, ami alapján el lehet játszani, vagy meg lehet csinálni rögtön a jó ügyfél élményt. Úgyhogy tulajdonképpen így emiatt mindig azzal kezdjük az ilyen típusú projekteket, vagy amikor ügyfél élményt, vagy szolgáltatást tervezünk, hogy felmérjük a felhasználóknak az igényeit. Ha már annyit mondtuk ezt a touchpointot, hova helyeznél el hova helyeztek el touchpointokat egy vásárlási úton? Igen, hát azokat nem mi helyezzük el, hanem a felhasználó. Bizonyos szinten persze mi is, hogy milyen lehetséges touchpointokat alakítunk ki, ahol az ügyfél ugye interaktálni tud velünk. Hát itt ugye a fizetés kapcsán szerintem így az fontos elmondani, hogy maga a fizetés az igazából ennek az egész vásárlási folyamatnak nem egy kívánt része, hanem az egy ilyen szükséges velejárója igazából a vásárlási folyamatnak. És ugye hát a touchpoint az így a digitális térben, vagy most, hogyha arra szűkítjük a gondolkodást, akkor nyilván egészen egy a figyelem felkeltésétől, tehát így egy hirdetés, vagy bármilyen jelenléttől egészen tart odáig, hogy ő megvásárolja azt a terméket. Sőt, igazából ugye azt követően is folytatódik, tehát igazából egy vásárlásnál nem ér véget az ügyfél út, hanem azért mindannyian ugye szeretjük a visszatérő vásárlókat egyrészt, tehát ugye érdemes a folyamatainkat úgy kialakítani, hogy ők utána vissza is térjenek, mert nyilván ugye magát ugye az ügyfél kapcsolatot is ápolni. Egy általánosságban ugye ez az ügyfélúttal, meg ezekkel a touchpointokkal kapcsolatban szerintem, amiket így fontos kiemelni, meg már azért így utaltatok rá többen is, hogy ugye ezek ilyen individuális ilyen touchpointok lehetnek, mondjuk egy fizetés, de hogy azért általában ugye ezek beépülnek a folyamatba, tehát a fizetés is ugye az nem csak egy bomba végén, amit megnyomok, hogy fizetek, hanem hogy ezt hogyan helyezem el, vagy hogyan ágyazom be a szolgáltatásba. Ugye ezek azok a finomságok igazából, amivel élményt tudunk nyújtani, mondjuk egy fizetési élményt. Hát ugye lehet így fogalmazni egy ilyen hiba, amit általában ezeknek a touchpointok során az így el lehet követni, hogy ezek egyedi touchpointok, de hogy azért ezek egymásra épülnek. Tehát, hogyha hiába jó egy-egy touchpoint, meg van optimalizálva, hogyha ezek nincsenek kontextuálisan kezelve, tehát hogy ez hogyan épülnek egymásra, milyen típusú ügyfélutak lehetnek, az egyik lépésből hogyan következik egy másik, akkor igazából hiába maxolunk ki mondjuk egy-egy touchpoint, tehát még nagyon jó egy füzetés, de maga az egész ügyfélélmény, amire a Dorottya is utaltattól függetlenül még nem lesz pozitív. Segítetek abba, hogy finom hangolni? Tehát, hogy elkezditek figyelni egy meglévő rendszert például, és elkezditek figyelni a fogyasztóknak, vásárlóknak a vásárlói útját, élmény útját, elkezditek mérni, és visszahangoltok? Vagy javaslatokat tesztek? Tudtok ilyeneket csinálni? Igen, ez tulajdonképpen pontosan így zajlik. Nyilván ugye mondjuk
ez mondjuk attól is függ, ugye most ez egy folyamatos fejlesztés, vagy mondjuk a mi számunkra egy teljesen új projekt, de alapján, hogyha ezt most projektnek hívjuk, akkor megértjük a felhasználó igényeket, arra, hogy a hipotéziseket generálunk, hogy akkor a adott problémákra hogyan lehetne jó válaszokat kialakítani, ezeket megcsináljuk, és utána megfigyeljük, hogy amit megcsináltunk, az tulajdonképpen az jól működik-e, és nyilván egy hosszú ügyfélkapcsolatnál, vagy egy házon belüli fejlesztésnél, meg igazából nincsen egy eleje, meg egy vége, hanem egyszer csak elkezdünk megfigyelni, hipotéziseket gyártunk, megoldásokat csinálunk rá, és utána megnézzük, hogy ezek tulajdonképpen a mi hipotéziseink azok a természetes közegükben, tehát egy élő folyamatban hogyan teljesítenek, és továbbfejlesztjük őket. Szoktatok hipotéziseket fogalmazni? Mi alapján fogalmazzátok meg őket? Hát négyszer mondtad ki ezt a szót. Igen. Hát ugye alapján a hipotézis nagyon most ugye arra utaltam, hogy ugye az első lépés ugye az a megfigyeléssel kezdődik, és utána arra alkotunk hipotéziseket, hogy ott a megfigyelés során ugye azt a folyamatot azt hogyan tudjuk jobbá tenni. Tehát legyen ez ügyfélélmény, legyen konverzió, tehát amikor megtervezünk valamit, hogy ezt hogyan tesszük jobbá, akkor abban még nem lehetünk biztosak, hogy az jobb lesz, hanem egy hipotézis gyártunk, ötleteket gyűjtünk, hogy ezt hogyan lehet megoldani, általában kiválasztjuk a legjobbat, vagy a legjobbaknak valamilyen fajta kombinációját, és mondjuk egy ideális esetben, mondjuk egy komolyabb problémánál ezt nem fejlesztjük le rögtön, hanem először prototipizáljuk, teszteljük, hogy egyébként az ötletünk az valójában jól fog-e működni, és utána, amikor ez megvalósul, akkor ugye a hipotézisből lesz egy proof of concept, tehát hogy maga a gondolkodásnak az iránya, meg a megvalósítása az olyan irányba ment, mint ahogy azt terveztük. Egyébként ugye általában ezeket a hipotéziseket azért kutatásokra építjük egyrészt, másrészt azért meg nyilván nagyon sok szakmai tapasztalat, tehát azért vannak ugye az olyan megoldások, amit az mondjuk egy szakértő mondjuk így rögtön lát, mondjuk egy nem jól kialakított customer journey weboldalon vagy alkalmazáson, hogy ezt ki lehet javítani, mert vannak konvenciók, ami alapján tudjuk, hogy mitől működik jól egy digitális szolgáltatás, és azért lássuk, hogy azért sok esetben azért manapság még azért erről beszélünk, hogy itt azért alapvető hiányosságokat, meg szakmai hibákat kell pótolni, de hogyha lehet így fogalmazni, akkor igazából ennek a következő szintje az, amikor már nem csak a saját szakmai tapasztalatunk alapján gyűjtünk insightokat, hogy milyen irányba fejleszünk tovább egy szolgáltatást, hanem ebben minden inkább bevonjuk a felhasználókat is. Na, ha bevonjuk a felhasználókat, szerintem nincs két egyforma vásárlói csoport. Más lehet egy zöld banknak, más lehet egy kék banknak, most mindegy, mondhatnám volna kereskedők is. Mégis van egy közös eredője. Például tudtok-e olyan vizsgálni és hangolni, hogy ez a csoport jobban szereti a kuponokat, és egyébként hajlandó többként fizetni egy olcsóbb áruért, ha nagyobb élményt kap. Ezt ki tudjátok? Én most mondtam egy általam fogalmazott hipotézist. Én most odaadom neked, légy szíves, vizsgáld meg, hogy a média és internet hungary konferenciáknak mennyire örülnének az ügyfeleim a kuponoknak, illetve hajlandóak lennének-e fizetni többet, ha én közben valamilyen élményhez juttatom őket. Tiéd a szó, Péter. Igen, szerintem általában, hogy a kényelemért hajlandóak az emberek többet is fizetni, hiszen ugye annak is megvan az ára, időt spórolok vele, de így szerintem itt sem egy ilyen általános szabály. Itt ugye a tervezésben, meg a megvalósításban érdemes ugye ügyféltípusokban, personákban, szegmensekben gondolkozni, tehát mondjuk itt egy vásárlási folyamat, vagy egy ilyen élménytervezés tekintetében érdemes megvizsgálni, hogy ezeknek a tipikus vásárlói
perszónáknak milyen igényeik vannak, milyen félelmeik vannak, tehát hogy mondjuk valaki mondjuk egy bizalmatlan típus, aki mondjuk fél megadni az adatait, és mondjuk ilyen szempontból nagyon körülményes, és akkor ez az, amit erősítenünk kell, tehát hogy mondjuk a mi vásárlóink azok valószínűleg ilyenek-e, vagy pedig mondjuk inkább olyanok a mi vásárlóink, aki minél egyszerűbben szeretne mindent, tehát hogy mindent rád bízok típus, mondja az, csak hogy minél gyorsabban haladjak vele. Tehát, hogy érdemes mindenképpen szegmentálni, vagy akár mondjuk ezt egy másik dimenzióban az, hogy mondjuk egy új vagy egy meglévő ügyfélről beszélünk, szerintem egy ilyen vásárlási folyamatnál ez is egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert hogy nyilván ez mondjuk egy ilyen vásárlói vagy választási preferencia lehet, hogy mondjuk mennyire egyszerű ugye ez a vásárlási folyamat, és ugye ha egyszer egy ilyen vásárlási tranzakciót már végrehajtottam, akkor mondjuk egy következő alkalommal ez már lehet egy másik vásárlói út, ami sokkal egyszerűbb, mondjuk egy ilyen egygombos vásárlás is lehetővé tesz. Úgyhogy, és egyébként ez egy kutatásoknál is azért így fölmerült, vagy ez így bebizonyosodott azért így nálunk is többször is, tehát például volt olyan kutatásunk, olyan felhasználó interjúnk, ahol igazából azt a visszajelzést kaptuk, hogy hát azt mondta a felhasználó, hogy sajnos sikerült megegyezni a kártya számát, meg az egyéb kártya adatait, mert tulajdonképpen sok esetben ez volt az egyetlen akadálya annak, hogy shoppingoljon és pénzt költsön. Tehát tulajdonképpen az, hogy sokat használta a kártyát és megegyezte a kártyaszámot, így valószínűleg úgy érezte, hogy akkor így most sokkal többet költ. Tehát, hogy például ezek a visszajelzések, ezek szerintem alapjában abszolút alátámasztják azt, hogy igazából ez a fizetés, ami ugye nem kívánt része a folyamatnak, ez egyébként egy nagyon erős ilyen higiéniai faktor lehet egy vásárlásnál, és mondjuk, hogyha ilyen esetben mondjuk én vagyok egy webáruház, és mondjuk a második vásárlási folyamat az már mondjuk tényleg egy egygombos megoldás, akkor mondjuk lehet, hogy hajlandó vagyok néhány százalékkal többet fizetni azért a szolgáltatás, egy cserébe azért, hogy mondjuk 5 perc alatt meg tudom venni, vagy 5 másodperc alatt azt, amire nekem igazából szükség van, míg mondjuk a versenytársnál, mert lehet, hogy 2 forint 50 fillére olcsóbb lenne, viszont sokkal tovább tart. Tehát, ha jól értem, a szomszédos szatócs üzlet azt mondja, hogy menjek online-ra, ha én most online-ra megyek, ad nekem 10% kedvezményt, ha online fizetek, majd utána olyan élményekben részesítem, hogy apránként 3%-kal többért adom az adott terméket, és ez előbb-utóbb a végén, a nap végén, hosszú távon több bevételt jelenthet. Jól mondom? Igen, ilyen tulajdonképpen. Tehát szerintem sok esetben lehet, hogy nem is realizálódik a vásárlóba, hogy ő most többet fizet, egyszerűen ez okoz egy ilyen márka hűséget, hogy én ezt a platformot ismerem, ez egy kényelmes dolog, könnyű itt tranzakciót végrehajtani, és nem biztos, hogy eljut oda, hogy megnézzel, hogy mondjuk egyáltalán máshol mennyibe kerül. De azért nyilván itt is azért most nem mindegy, hogy itt pár ezer forintos tételekről beszél az ember, vagy mondjuk egy-egy vásárlásról, mondjuk ami nagyobb összegű, de szerintem általánosságban kijelenthető az, hogy nem csak az árral lehet versenyezni, hanem lehet a szolgáltatás minőségével, meg a kényelemmel is versenyezni, ami az online bizniszben ugye a fizetési szakasz, az egy ilyen élmény lehet. Hadd kérdezzek meg most, köszönöm szépen, Péter, maradj velünk, remélem, hogy amit írtál kérdést, azt majd fölteszed, vagy lehet, hogy csak én látom, rosszul, bocsánat. Juhász Alexandrát és a Rusz Dorottyához szeretnék kérdezni valamit. Elsőnek az Alexandrától. Ügyfeleitekkel szemben mi a fontosabb, a bizalom, a gyorsaság, az élmény, vagy az árazás? Van ilyen tapasztalatotok, Alexandra? Hát igazából nem biztos, hogy ki tudnék emelni ezek közül valamit, szerintem ez mind így egyben. Mert ugye ahhoz, hogy egy cég tudjon működni profitábilisan, ahhoz mindegyikre szükség van. Tehát az árazásra magára is szükség van, de az élményre és a bizalomra pedig amiatt van nagyon nagy mértékben szükség, hogy visszatérőek legyenek ezek a vásárlók, és ez számunkra a legfontosabb. Úgyhogy nem biztos, hogy ki tudnék emelni ezek közül egyet. A hűség az árazható?
Ez egy nehéz kérdés, hogy a hűség hogyan árazható akár adott esetben, de szerintem mindenképpen törekedni kell arra, hogy cél legyen a hűség. Hogy mi az ára a hűségnek, igen, az egy nehéz kérdés. Oké, ezt fogom megkérdezni mindenkitől, de előbb Dóritól kérdezném. Bizalom, gyorsaság, élmény, árazás vagy hűség? Tudnál ebbe sorrendet felállítani? Attól függ, hogy miről van szó, milyen szolgáltatásról, milyen termékről. Pénzügyi szolgáltatás? Akkor bizalom. Én akkor a bizalmat sorolnám az első helyre. Oké. A hűséget? Mikor lesz nem hűséges a vásárló? Mivel lehet a legkönnyebben elcsábítani? Lelki alapon kérdezem, pszichológus. Elcsábítani? Igen, vagy... tehát mondjuk az egyik házhoz szállító megpróbálja a másik házhoz szállítótól átcsábítani. Hát például azzal... A másik szatócstól, most nem a házhoz szállítókra. Hát ez is egy olyan kérdés, amire nem lehet egy konkrét választ adni. Szerintem azzal, hogyha... Például azzal lehet, hogyha egy ilyen fájdalompontot szüntetünk meg a bizonyos szolgáltatással. Ha egy létező fájdalompontot szüntetünk meg. Most például ugye volt egy ilyen kérdés a sárga csekkel kapcsolatban, hogy miért nem lehet megváltoztatni a sárga csekkel kapcsolatos preferenciákat és viselkedéseket. Hogyha mondjuk a fiatalabb, tegyük fel, hogy van egy ilyen másik dimenzió, ahol most élünk, és nincs online fizetés, és van a sárga csekk, és a fiatalabb korosztály sárga csekken kell, hogy fizessen, akkor mondjuk nekik tudnánk azt mondani, hogy hé, nézzétek meg, van egy ilyen sokkal gyorsabb megoldás. Online is be tudod fizetni ezeket a dolgokat. Akkor ők azt mondanák, hogy úristen, hát de jó, mert annyira sokat szenvedtünk ezzel, azt tudom, hogy kell postára menni, mi az a sárga csekk, hogy töltsem ki, annyi fájdalom keletkezik ilyenkor egy Y vagy egy Z generáció felhasználóban, viszont hogyha azt mondjuk az idősebb korosztálynak, hogy nézzétek, ez mennyire könnyű, akkor ők nem fogják látni benne a hozzáadott értéket, azért, mert ők ebben a kontextusban nem a könnyűségre, nem a könnyűséget találják vonzónak, hanem inkább azt, hogy kontrollálható egy folyamat. Tehát nekik a sárga csekk az egy kontroll, az egy segély, az ott van, azt látom, azt megfogom, azt beviszem, megbeszélem a postán a problémáimat. Tehát az egész élmény, ez egy ilyen kontroll, és például az idősebb generáción azért ennyire nehéz ez a sárga csekkes változtatás. Versenypiaci eszköz, mindenkitől kérdezem, megszólalási sorrendben. Versenypiaci eszköznek lehet használni azt, hogy a versenytársnak megnézzük, hogy mik az ügyfél iránti fájdalom okozói, és azokat mi kijavítjuk. Remélem érthető volt a kérdésem. Magyarán mondva, megnézzük, hogy a szomszédnál miért haragszanak a versenytársa, és azt mi elkezdjük kijavítgatni, illetve magunknál megoldani és felerősíteni kommunikációban. Alexandra? Szerintem egyértelműen. Mi egyébként szoktunk is ilyen jellegű tervezéseket alkalmazni, például mikor új városba megyünk, hogy megnézzük, hogy ott hogyan használják már az emberek a versenytársat, mi a véleményük róla, mi az esetleges gyenge pont abban a városban, és nem feltétlenül hozunk be magunkkal kapcsolatban új szolgáltatást, vagy csinálunk valamit máshogy, csak például azt emeljük ki a kommunikációban, hogy arra erősítünk rá egy picit. Iván! Amikor terveztek, startup vagytok, sokat terveztek, sokat dolgoztok, keresitek-e a fájdalompontokat? Persze, természetesen. Versenytárs elemzést is nagyon-nagyon gyakran végzünk, próbavásárlásokat is szoktunk csinálni, szóval ez egy nagyon-nagyon fontos része az ügyfélút tervezésnek, igen. Szoktatok vizsgálni fájdalompontokat? Szoktunk, természetesen. A sárga csekknél egyébként, ahogy említetted is a felvezetőben, vannak olyan pontok, amiket nehéz adresszálni, amikor a micikével való beszélgetést kell mondjuk pótolni egy digitális folyamatba, azt nehezen lehet. De egyébként igen, tehát a sorbanállás, vagy a idegidőben való séta, ezek mind olyan adresszálható hátrányok, amelyeket lehet használni a kommunikációban. Tamás, Racskó Tamás.
Hogy álltok igen, a fájdalompontokkal? Mi igyekszünk megfigyelni a kereskedőknél, az áruházaknál azt, hogy ők hogyan oldják meg a fizetésnek, vagy a vásárlási folyamatnak a fájdalompontjait, és ha jó megfigyeléseket teszünk, akkor ezt igyekszünk a piacon elterjeszteni, másnak is elmondani, hogy úgy látjuk, hogy ez működik a legjobban. Úgyhogy igen, ez egy abszolút fontos kérdés. Tehát például, ha azt látjuk, hogy az ügyfél nincs mindig ott a kártyája, amikor megkérdezi tőle a fizetés során a bolt, hogy mi a kártyaszámod, akkor és azt látjuk, hogy másik kereskedő ezt megoldja úgy, hogy elmenti a kártyaszámot, vagy hogy automatizálja a fizetést, akkor ezt elmondjuk a piacon másoknak is, hogy ezt látjuk a legjobb megoldásnak, és gondolkodjatok erről, hogy hatékonyságot lehet ezzel javítani. Péter, ti hogyan a tervezésbe, hogyan illesztitek be a fájdalompontok kutatását? Hát igazából másra csinálunk, mondhatni, mint hogy fájdalompontokat keresünk itt a digitális szolgáltatás tervezés, fejlesztésbe, tehát hogy ez mindig ugye azon alapul, hogy ugye valamit, vagy valami ilyen olyan szolgáltatást kell kidolgozni, ami ott esetben még nem létezik, de valamilyen humán problémára, kihívásra ad egy jó választ, vagy pedig van egy meglévő szolgáltatás, amit jobbá kéne tenni, és hát nyilván ugye úgy tudjuk ezt jobbá tenni, hogyha azonosítjuk azt, hogy mi az, amit jobbá lehet tenni. Úgyhogy igen, tehát hogy elég sok problémát generálunk, megkeresünk a tervezési folyamat során. Köszönöm szépen, Péter. Beszéltünk arról, te mondtad, hogy az emberek a negatív dolgot jobban megjegyzik, mint a pozitívat. Ezért azt gondolom, hogy a kommunikációban elsősorban, ha én most a versenypiacon elkezdenék kommunikálni, akkor alapvetően az ő negatív dolgaikat kezdeném el kijavítani. Mennyire lehet párhuzamba állítani a negatív tapasztalatot probléma megoldásra? Tehát mennyire érzékelik az emberek azt, hogy te itt most valami jobbat akarsz csinálni? Jobbat akarsz csinálni a másiknál? Uh-huh. Hát szerintem ez is egy út, de nem feltétlenül a legjobb út, mert azért az se túl jó, hogyha valaki mondjuk arra fókuszál, hogy mik a negatívumok. Tehát nem lehet, szerintem nem lehet egy szolgáltatás meg egy terméket úgy megépíteni, hogy csak arra fókuszálunk, hogy mit csinálnak a versenytársak rosszul, és mi hogy tudnánk mi ezt mondjuk jobbá varázsolni a felhasználó számára. Én szerintem egy ilyen, ki kell alakuljon egy balansz a között, hogy ezekre a már létező versenytársak fájdalompontjaira fókuszálunk, de ugyanakkor megpróbálunk olyan réseket is kikutatni, vagy olyan igényeket, amik igazából lehet, hogy nincsenek még meg a felhasználóban, de valahogyan majd meg fognak jelenni. Most ez nagyon absztraktul hangzik, de például amikor csináltak egy felhasználó, akkor még nem tudom, hogy hívták, valamilyen kutatást arról, hogy az embereket mennyire érdekelni a Walkman, akkor nagyon sokan azt mondták, hogy hát ez igazából nem is érdekelne minket, és hogy miért akarnál zenét hallgatni az úton, és igazából mekkora siker lett belőle. Szóval az is fontos, hogy tesszük fel a kérdést. Tehát lényeg az, hogy ne csak a fájdalompontokra fókuszáljunk, hanem arra is, hogy milyen igények lehetnek még a másik oldalon. Értem én, csak már egy meglévő piacról beszélek. A Walkman egy új piac volt, ott nehéz negatív kérdést feltenni. Én arra voltam kíváncsi, vagy arra lennék kíváncsi, hogy mennyire szabad, vagy lehet. Az, hogy szabad, az etikai kérdés is, de mennyire lehet az emberek negatív érzésére építeni. Mennyivel jobb építeni az embereknek a negatív érzésére. Mert állandóan azt mondjuk, hogy az élmény, meg bizalom, meg stb. Ezek pozitív szavak, nagyon gyakran nincs is tartalma, nincs valós tartalma. Nem is tudjuk, hogy mire van szüksége az embereknek. Valahogy mert szeretném megfogni ezt az egészet. Uh-huh. Mennyire szabad az emberek negatív élményére, vagy negatív tapasztalatára, vagy negativizmusára építeni. Szerintem... Bocsánat, szerintem egyértelműen szabad. Leginkább mondjuk az én fejembe, mint kutató, nem különül el az,
hogy fájdalompont és a nyereség. Tehát például, hogyha egy ilyen interjú szituációban vagyunk, akkor hiába kérdezünk rá fájdalompontokra, nagyon sok olyan dolog ki fog jönni, ami egyébként pozitívum. Tehát számomra nincs egy ilyen nagyon erős elhatárolódás a kettő között. De nem tudom, a többiek mit gondolnak erről. Igen, szerintem is, tehát hogy itt a probléma szót szerintem mi dizájnerek egy picit más kontextusban használjuk, mint a hétköznapi nyelv, tehát szerintem sokkal inkább, és nagyon ritkán a felhasználható, hogy jön egy konkrét megoldás, hogy neki mi a problémája, és arra mi a megoldás, mi igazából megfigyeljük, hogy egy bizonyos tevékenység során mi az, amit szeret, meg mi az, amit lehetne még jobbá csinálni, és akkor utána ezekre tervezünk megoldásokat, tehát hogy itt a probléma szónak a használata az szerintem egy picit más, mint a hétköznapi nyelvben. Mit kell egy banknak ahhoz tenni, hogy kapásból megadjátok neki a bizalmat? Ez hát az oldalomon ez ilyen... Mit vársz a banktól? A banktól személyesen. Szerintem én nagyon modern megoldásokat várok a banktól. Én az a típusú ember vagyok, aki az applikációban először legyen Face ID, először tudjam az Apple Pay-t használni annál a banknál. Tehát minden ilyen újdonság, ami bejön a piacra, azt az a bank így az első körökben bevezesse, és én, mint a banknak az ügyfele, tudjam ezt használni. Hát, látszik, fiatal vagy, így van, helyes. Dóri! Mivel érdemli ki a bank a te bizalmadat? Szeretném magamat ilyen nagyon tudatos döntéshozónak és vásárlónak tartani, mint ahogy nagyon sok ember. Nekem is az applikáció az egyik legfontosabb, viszont azért hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy csak emiatt döntöttem. Én nekem az is szempont volt, mint ahogy az emberek, nem tudom, 80%-ának, hogy a szüleim hol bankolnak. Ez egyfajta tradíciós történet. Igen, aha. De ez nagyon gyakori egyébként. Köszönöm szépen. Iván? Én azt mondanám, hogy kifogástalan felhasználói felületek, és hogyha ezek jól működnek, gyorsan működnek, egyszerűen használhatóak, akkor úgy is egyébként látjuk, hogyha esetlegesen vannak funkcionálásbeli hibák, és akkor viszont veszhetek a bizalmamból, de alapvetően, hogyha a frontend már jól működik, akkor az én bizalmam az elindul felfelé, hogyha egy új megoldást használok. Tamás, köszönöm, Iván. Tamás? Támogasson mindenféle digitális megoldást, tudjak a mobiltelefonomból intézni mindent, és amellett, hogy digitálisan nagyon fejlett, legyen átlátható az árazása. Tehát transzparencia. Tornyos Szabi? Szabolcs, bocsánat. Lehet, Szabi is. Na, én persze az előzőekkel teljesen egyetértek, egészen odáig, amíg a betétgarancia keretein belül maradunk. Azon felül nekem az a fontos, hogy mindezt az élményre vonatkozó elvárásaimat a biztonsággal hogy tudja ötvözni. Tehát, hogy érezzem azt, hogy ott marad az a bank akkor is, hogyha mondjuk jön egy 2008-as válság. Nekem ez is fontos. Tehát tradíció mellett ugye van már a modernség, a tradíció, az, hogy hosszú életű legyen, tehát hogy biztonságban legyen a történeted. Varga Péter? Nehéz kérdés, én ugye 10 évig dolgoztam a pénzügyi szektorban, vagy egy picit a másik oldalról látom ezt a kérdést. És nagyon érdekes, hogy egyikőtök sem mondta azt az igényt, hogy legyen a sarkon egy bankfiók, úgyhogy szerintem ez így sokat mondó, hogy azért itt valószínűleg ebben a körben ez például már nem egy fontos szempont, hogy be lehessen menni és beszélgetni lehessen a ügyintéző nénivel. Hogyha van is ilyen igény, akkor szerintem az is azért jelentkezik, mert hogy esetleg még vannak olyan szolgáltatások, amit mondjuk online nem, vagy nagyon nehezen lehet igénybe venni, például egy lakáshitel. Ezt is olyan sokan így lehetetlennek gondolják, hogy lakáshitelt online lehessen fölvenni, mint ahogy annól mondjuk a Walkman-t annak gondolták, vagy az iPhone-t, aztán végül is lehetett igényt generálni, tehát hogyha valaki tud jó szolgáltatást csinálni, akkor az rögtön egy igényt is, egy korábban nem létező igényt is ki tud elégíteni. Szoktatok online vásárolni. Mit tanácsoltok a kereskedőknek? Mit változtassanak az élményadásban elsősorban? Mi az, ami
az online kereskedelemmel szemben nektek gondot jelent, és mit tanácsolnátok? Nem kell céget mondani. Hol javíthatna az online kereskedő, és azért főleg az online fizetési oldalra gondolok. Igazából ami nekem elsőként eszembe jut, és legfontosabbnak szoktam magammal kapcsolatban titulálni, az nem is maga a vásárlási folyamat része, hanem inkább a visszaküldés része. Tehát az, hogy az online-nak ugye az a legnagyobb hátránya, úgymond a személyes vásárlással szemben, hogy nem látom, nem tudom megfogni, nem érzékelem, hogy milyen anyagú, mekkora, stb. Tehát, hogy minél problémamentesebb és díjmentesebb legyen maga a visszaküldés. Dóri, köszönöm szépen, Alexandra. Dóri? Nekem az a legfontosabb, hogy átlátható legyen egy folyamat, hogy tudjam, hogy mi történik a háttérben, tudjam, hogy hol tartok, adjon egy ilyen biztonságérzetet az, hogy látom a flow-ját az egész fizetésnek. Én azt mondanám, hogy ha egy vásárló már eldöntötte, hogy szeretne valamit megvenni, akkor minden lehetősége rendelkezésre álljon, és akár a kereskedők is használjanak olyan új fintech megoldásokat, mint például, hogy csak egyet említsek, a Klarna megoldása, ahol már lehet úgy vásárolni bármilyen árucikket, hogy nem fizetek érte, használom 30 napig, és hogyha nem tetszik, akkor vissza tudom cserélni, és ezekre is fontos lenne építeni, nem csak a tradicionális, már meglévő fizetési csatornákra. Na de hát ez baromi komoly visszaélésekre adhat okot. Alapvetően nem, itt különböző szociális és egyéb metrikákat azért figyelembe tudnak venni ezek a platformok, teljesen más hitelscoring és egyéb scoring megoldásokat használnak. Nagyon izgalmas, de úgy hallottam, hogy a Mastercardnak is van egy részletfizetős megoldása, így akár erre is szívesen rákérdezek majd én is, hogy ilyen jellegű megoldásokat itthon terveznek-e behozni. Tamás, meg lettél szólítva. De azért válaszolj az én kérdésemre is, de előbb az Ivánéra légy szíves. Kezdem Iván kérdésével. Már él Magyarországon, több banknál is élesben van a Mastercard részletfizetés, aminek a lényege az, hogy a kártyad a terminálon az érintve, interneten megadva, választhatsz, hogy nem egy összegben, hanem részletre szeretnéd kifizetni az adott terméket. Úgyhogy ez már itthon is megvan. És mennyire szeretik? Tessék? Mennyire szeretik? Mennyire terjedt el? Nem régen indult egy betéti kártyákra, az egy ilyen, tényleg globálisan elsőnek indult el Magyarországon, az egy imádott innováció. Úgyhogy hatalmas sikere van. Még korai arról beszélni, hogy hány darab igénybevétel történik. A te kérdésedre, Ákos, igen. Pedig nekem elvárásom az, hogy ha interneten vásárolok, akkor az ne csak megüsse azt a szintet, mint hogyha egy boltban vásárolnék, hanem jobb legyen. Mert tényleg lemondásokkal jár. Tehát nem tudok élelmiszert rendelni az interneten, hogyha attól kell félnem, hogy életlen lesz a paradicsom, amit kihoznak. Tehát nekem szükségem van egy olyan szintű biztonságra és könnyebbségre, ami meghaladja a fizikai kereskedőkét. Visszaküldhessem, hogyha nem tetszik. Ne az én költségemmel kelljen visszaküldeni. Vagy kapjak kedvezményt, nyomon tudjam követni egész pontosan, hogy hol jár az árucikk. Szóval nekem egészen magas elvárásai vannak. Erre csak egy poént szeretnék mondani. Egyszer vettem egy gyűrűt Amerikából, és rossz méretet küldtek el, és írtam nekik, és 3 percen belül válaszoltak, hogy azonnal küldjem vissza, ez barom kellemetlen. Meg se kérdőjelezték azt, hogy én most igazat mondok, vagy mi van, és azonnal mindent cserétek, egy héten belül megérkezett minden. Tehát azért vannak itt, és azért a kereskedelemben, és azért a fintechben, és mindenben egy valamit nem szabad elfejteni, a kereskedelem már határtalan, és gond nélkül lehet Európába, és hogyha nem tudom megvásárolni a tejemet a magyar FMCG cégnél, úgy, ahogy én szeretném, nekem van egy ismerősöm, ő Olaszországból hozatja, és gyakorlatilag nagy tételbe hozatja, ez tény, de olcsóban jön ki, mint hogyha Budaörsél hozatná be, és jobb minőségűt kap, és ezt nem szabadna elfelejteni az elkereskedőknek. Bocsánat, nem megyek el. Nekem két személyes példa jut eszembe, szintén itt a biztonságban érzem magam témakörben. Az egyik az, hogy a helyettesítő termékek, hogyha majd FMCG-ről meg ételről beszélünk, hogy már előtte szólnak, hogy mi az, ami nincsen azok közül, amit rendeltem, és nem csak akkor szembesülök el, amikor kihozták, hogy hát ez nem volt, de hoztunk helyette neked valami mást. A másik meg, amit az eBay csinál, hogy ha sérülve érkezik valami, vagy nem érkezik meg, akkor azonnal jóvá írják a vásárlás összegét a kártyámon. És ezzel kapcsolatban szerintem megint csak a biztonság jön elő, hogy akkor tök nyugodtan rendelek. Mert már erőfordult egyébként, hogy sérült, elérkezett valami,
csak beküldtem egy fotót, és kész. Másnapra már vissza is térítették az árát. Vissza se kellett küldenem. Na jó, hát biztos, hogy egy Alfa Romeo volt, vagy valami komolyabb történet, de én az egészen azt akarnám kihozni, hogy mindannyian kereskedőkkel dolgoztok, és hogy valahogy megjelenik-e a piacon az, hogy elkezdett határon, mondom a kedvenc számomat. 2018-ban a magyar elkereskedelem 1000 milliárdos forgalma volt, ebből 40%, azaz 400 milliárd forint, 400 milliárd forint, az külföldről került be hazánkba. Ez a mi piacunkat is közvetlenül érinti, azt gondolom. Tehát valahogy csak figyelembe kell venni, hogyha az IBM vagy az általam mondott dolog ilyen flottul megy, akkor ti hiába dolgoztok a fintech oldalon, a közben elviszik a globálisok a történetet, mert ott meg bukpillelje fizettem. Nagyon belebonyolódtam ebbe a történetbe. Péter, te mit mondanál a kereskedőknek? Mennyit, hogy mit tanácsolnék? Tehát még az előző kérdés. Hát szerintem most egy ilyen fontos trend, meg amire én is utaltam az elején, az ugye ez a vásárlás utáni rész, hogy ott tulajdonképpen mi történik, tehát hogy mondjuk ugye amikor bejött ez az azt hiszem uniós szabályozás, hogy el lehet állni a vásárlástól, ezt igazából szinte mindenki így elrejtette így az apró betűs részben, hogy nehogy valaki véletlenül visszaküldje, még most már komoly piaci szereplők konkrétan erre építik fel az üzleti modelljüket, sőt akár megduplázzák, triplázzák a visszaküldési időnek az idejét, és mondjuk ezt nagyon egyszerűvé teszik, tehát hogy kijön, nem tetszik, belépek az appba, megnyomok egy gombot, és már jön meg érte, vagy pedig mondjuk ezt egy nagyon bonyolulttá teszem, és mondjuk nem tudom, telefonálni kelljen, meg nyomtatni kelljen, meg el kelljen vinni, tehát hogy szerintem ez egy egészen ilyen új trend, de akár mondjuk tényleg egy ételrendelésnél is, hogyha mondjuk nem tudom, hiányzik valami a csomagból, nem tudom, egy étel, vagy valami, akkor azt hogyan kezelem az ügyfélszolgálaton, tehát hogy erre milyen processzeket alakítok ki. Tehát, hogyha már egy ügyfélélményről beszélünk, meg ilyen versenyelőnyről, akkor én azt gondolom, hogy ez most egy ilyen fontos ilyen momentum, meg trend, amire így érdemes figyelni, hogy tulajdonképpen a vásárlás utáni ügyfélélmény, visszaküldési ügyfélélmény, ügyfélszolgálat az milyen tud lenni nálunk. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm ma nektek, hogy itt voltatok, mindannyiótoknak. Elköszönök tőletek. Juhász Alexandra, Rusz Dóra, Muk Iván, Racskó Tamás, Tornyos Szabolcs, Varga Péternek nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltatok. Én elköszönök. Sziasztok! Sziasztok, köszönjük!